Befejeződött a tivadari töltésfejlesztés. Közel 7 milliárd forintos Európai Uniós forrásból valósult meg az a projekt, mely az árvízvédelmi biztonságot növeli, az árvízi kockázatot pedig csökkenti a Felső-Tisza vidékén. 220 milliárd forint, ennél is több pénzre pályázhatnak a hazai kis- és középvállalkozások idén és jövőre. Szociális infrastruktúra. A terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően 574 millió forintot fordít a fejlesztésre Nyíregyháza önkormányzata. Közel 7 milliárd forintos Európai Uniós forrásból valósult meg az a projekt, amely az árvízvédelmi biztonságot növeli, az árvízi kockázatot pedig csökkenti a Felső-Tisza vidékén. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A projekt a magyar-ukrán közös árvízvédelmi fejlesztési programmal összhangban valósult meg, melynek célja, hogy a megépült létesítmények kezelni tudják a 2001-es árvíznél magasabb szinten és nagyobb intenzitással levonuló árhullámokat is. Az enyhe időjárás és a Tisza vízgyűjtő területén már napok óta tartó esőzések miatt jelentősen megemelkedett a folyó vízállása a Tivadarnál. Bár a vízszint csak a száraz hónapok alacsony vízállásához képest tűnik magasnak, az elmúlt évtizedekben azt tapasztalták a vízügyi szakemberek, hogy több méterrel megnőtt a hazai folyók, köztük a Tisza mértékadó árvízszintje is, ehhez pedig fel kell készíteni az árvízvédelmi védvonalakat. Egy újabb állomásához értünk a Felső-Tiszai árvízvédelemnek. Ez a munka gyakorlatilag már közel 20 éve folyik. Most a Tivadar környéki gátak megerősítése történt meg az új mértékadó árvízszintekre. Nagy jelentősége van ebben a térségben annak, hogy a gátak jók legyenek, mert nincs időnk védekezni, nem tudunk felvonulni, olyan rövid idő alatt itt van az árvíz, hogy sokkal nagyobb jelentősége van önmagában a létesítménynek, mint a védekezésnek. Ezért történnek a térségben ezek a fejlesztések, hogy tudhatjuk magunk mögött a biztonságot. A projekt átadó rendezvényen elhangzott, az árvízvédelmi fejlesztés három település, Kisar, Nagyar és Tivadar közigazgatási területein valósult meg, védőhatása azonban a beregi és a szamosközi ártéri öblözetek teljes részére is kiterjed. A megyei közgyűlés alelnöke beszédében a folyamatos felkészültség fontosságára hívta fel a figyelmet. Klímaváltozás korát éljük, itt a mindennapokban fel kell készülni a szélsőségesebb időjárásokra, és hát ennek az eredménye az, illetve a határon túli, a Kárpátalján elvégzett fejlesztéseknek, töltésmagasításoknak az eredménye az, hogy itt pillanatokon belül egy esős, egy csapadékosabb időszakban hirtelen lejövő nagy mennyiségű csapadéknál itt pillanatok alatt megemelkedik a vízszint, és hát valóban ugye a töltések azok fejlesztve vannak, de szükség is van arra, hogy minél erősebb és magasabb töltések legyenek, mert nagyobb az a vízmennyiség, amelyet most itt fogadnunk kell. Az ünnepélyes projektátadón a térség országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy minden olyan beruházás, ami az árvízszintet csökkenti, kiemelkedően fontos az itt élők biztonsága érdekében, a mostanit pedig további fejlesztések követhetik a térségben. Nem állunk meg itt, hiszen új Tiszahídra van szükség. A jelenlegi Tisza híd az egy több pilléres híd. Ahogy átérünk a Tivadari oldalra, ott 4 vagy 5 pillér is található a szárazföldi szakaszon. Ez is okozza a többek között azt, hogy visszadúzasztó hatással rendelkezik, tehát szükség van egy új hídra. És hát a túr tiszaközi víztározó megépítése is el fog kezdődni. Ez bár egy kisebb tározó lesz, mint a már elkészült beregi vagy szamos kraszna közi tározó, jelentősen hozzájárulhat az árvízvédelemhez azáltal, hogy szükség esetén csökkenteni tudja a folyó vízszintjét, tette hozzá a képviselő. A következő évben több mint 220 milliárd forint forrásra pályázhatnak a hazai kis- és középvállalkozások, hangzott el egy nyírbátori fórumon. Noha a szektor rengeteg embert foglalkoztat az országban, az általuk előállított hozzáadott érték terén szükséges lenne javítani a számokon. 850 ezer új munkahely jött létre hazánkban 2010 óta, emelte ki az innovációs és technológiai miniszter azon a fórumon, amelyet a Nyírbátorban és térségében működő kis- és középvállalkozások vezetőinek rendeztek kedden. Decemberben 3,4% volt a munkanélküliségi ráta Magyarországon, amivel a németországi értéket közelítjük,
és ugyanez a cél a foglalkoztatási ráta esetében is. Probléma ugyanakkor, hogy 600 ezeren dolgoznak külföldön, igaz, a tárcavezető elmondása szerint egyre többen térnek haza közülük. Tavaly január volt az első hónap, már 2019. január, amikor megfordult a ki- és a bevándorlás aránya. Többen jöttek vissza Nyugat-Európából, mint amennyien elhagyták Magyarországot. Az itt ők, vállalkozók bizonyos területeken ezt azt hiszem, hogy érezhetik is. Megnézzük ennek a struktúráját, ez nem egy egyszerű feladat, mert egyszerűen nincs ilyenfajta Európai Uniós statisztika, ezt országonként kell valamilyen formában végignézni. Elsősorban magasan képzett és egyébként jó fizetéssel rendelkezők kezdtek el hazajönni Németországból. A miniszter megfogalmazása szerint Magyarország elkezdett high-tech országgá válni, aminek köszönhetően egyre vonzóbbak vagyunk a külföldi cégek számára. Hozzátette ugyanakkor, hogy a digitális technológiák alkalmazásában jócskán az EU-s átlag alatt vagyunk. Előadásában beszélt arról is, hogy a magyar KKV-k adják a foglalkoztatottak több mint kétharmadát, a hozzáadott érték terén azonban még lenne mit javítani a szektornak. A hatékonyság növelésének több módja is van, mondta el már a Nyírbátori Felsőoktatási Képzési Központ átadóján. Az egyik a termelékenység növelése, részben a munkaerő képzésen keresztül, részben olyan technológiák alkalmazásával, ami valóban nagyobb hozzáadott értéket állít elő. De egy nagyon fontos eleme a hozzáadott érték növelésének, hogyha ezek a cégek rendelkeznek saját termékkel, mert saját termékkel abban az értelemben, hogy általuk tervezett, általuk gyártott termékkel. De például ez a képzés ez mindenképpen hozzájárul, hiszen mérnököket képzünk itt, akik aztán alkalmasak lesznek arra majd, hogy ne csak a technológiát üzemeltessék, hanem hogy hozzá tegyenek valamit ehhez a technológiához. Összesen mintegy 100 program jegyzi az Európai Unió segítségét, és a KDNP kormány segítségét. A térség országgyűlési képviselője köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek köszönhetően 2010 óta közel 8000 új munkahely létesült itt, és jelentősen fejlődött az infrastruktúra. Egy-két éven belül pedig akár 20-30 kilométernyi utat is felújíthatnak a Magyar Falu program keretében. A fórumon elhangzott 2020 és 21-ben több mint 220 milliárd forintos forrás érhető el a hazai KKV-k számára. Várhatóan február végére elkészül az új szociális nappali ellátást nyújtó intézmény Nyíregyházán, az Őz utcán. Ez is része annak az 574 millió forintos programnak, amelyet a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére és bővítésére fordít Nyíregyháza önkormányzata. Korábban ebben a projektben már felújítottak egy nyírszülősi ingatlant, így a kor igényeinek és a vonatkozó előírásoknak is megfelel az ellátás. Az utolsó simításokat végzik az új nyíregyházi szociális intézményben az Őz utcán. A kivitelező jövő héten befejezi a munkát. Takarítás, bútorbeszerzés és a papírmunka után márciusban már megnyithatja kapuit az új épület. Ennek köszönhetően 190 főre nő a férőhelyek száma, számukra 5 szociális alapszolgáltatás lesz elérhető. Ezek között van az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás, a fogyatékos személyek nappali ellátása, valamint a pszichiátriai segítségre szorulók nappali és közösségi ellátása. Ez részben régi, részben új szolgáltatás lesz. De egy teljesen új feladatot is ellátnak majd az új épületben. A szenvedélybetegek napi ellátása is az intézményhez tartozik majd ezentúl. Azt gondolom, hogy ma nagyon nagy igény van ezekre a nappali ellátási területekre, illetve központokra, hiszen a gyakorlati tapasztalatom azt mutatja, hogy itt hasonló helyzetű kortársak találkoznak össze, alakítanak ki egy bizonyos kapcsolatot, ezeket a kapcsolatokat fent tudják tartani. Együtt közösen tudnak olyan rendezvényeken, programokon részt venni, ami az intézmény szervezésében történik, és nyilván ez az ő érdeklődésében, illetve igényüknek megfelelvén van kialakítva. Az új épületben különböző rendezvényeket is szerveznek, és több régi program is ide költözik, többek között az Idősek Akadémiája is. A szakemberek száma is nőtt az új központnak köszönhetően, 8 új munkatárssal bővül a létszám. A fejlesztésnek köszönhetően a helyi szociális rendszer egy újabb, színvonalas épülettel gazdagodott, közölte Nyíregyháza polgármestere. Az alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztésére és bővítésére két ütemben,
574 millió forintot fordított az önkormányzat az elmúlt időszakban saját és uniós forrásból. Itt ugye egy új épület valósul meg 471 millió forintos beruházásból, de korábban a Körte utcán, a Május 1 téren felújítottuk a Vécsei utcán a gyerekek, illetve az idősek számára szolgáló épületeket. Itt egy idősek nappali ellátására épül ez a ház, ami 190 ember tud fogadni. Belvárosban nagyon jó helyen, egy megfelelő kerttel, tehát szabadtéri lehetőségekkel együtt. Kovács Ferenc hozzátette, az idősek ellátása egyre több feladatot ad az önkormányzat számára, ezt viszont szeretnék a legmagasabb színvonalon biztosítani. Az ország 6 középiskolája, köztük a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium vesz részt az Innomate programban. A vállalkozás fejlesztési projekt célja, hogy felkészítsék a középiskolásokat a munkaerőpiacra, és fejlesszék a vállalkozói kompetenciáikat. A program szakkörök megvalósítását és versenyek lebonyolítását is tartalmazza. Közel 150 zrínyis diák töltötte meg a tornatermet, hogy részt vegyenek az Innomate projekt indító napján. Az iskola rendszeresen szervez tematikus napokat és heteket, hogy ezzel is segítsék a fiatalok önállóvá válását és könnyebb elhelyezkedését a munkaerőpiacon. Például mi a pénziránytű iskola hálózatnak is alapító bázis iskolái között szereplünk, tehát például a pénzhét eddig minden évben megrendezésre került, mint ahogyan most is a szökőnapon, egy projektnapon, egy pályorientációs projektnapon igyekszünk majd a gyermekeknek legalább egy picit felvillantani a munkavilágát. Én azt gondolom, hogy gimnáziumban ez fokozott felelősségünk, hiszen az iskola nincs közvetlen kapcsolatban üzemekkel, gyárakkal. Ezen szeretne változtatni az iskola vezetése az Innomate-hez hasonló programokkal. Ebben a projektben azt próbálhatják ki a diákok, hogy egy ötlettől hogyan lehet eljutni a piacig, és az adott ötlethez hogyan tudnak támogatókat szerezni. Első lépésként a pedagógusokat készítették fel szakemberek az előttük álló feladatra, de a program szakkörök megvalósítását és versenyek lebonyolítását is magában foglalja. A program csak az Zrínyiben új kezdeményezés, országosan már van előzménye. Van is olyan vállalkozás, kezdemény vagy diákvállalkozás, akik például a United Way programjának az égisze alatt indultak. Tavaly egy ilyen projekt a Fripa nevezetű 4 srác egyébként, akik az élelmiszerpazarlást vették így a fő ötletük közé, és hogy az ellen szeretnének tenni, hogy az emberek minél kevesebbet pazaroljanak, úgyhogy erre hívtak életre egy applikációt, és már nagyon izgalmas és adekvált szereplőkkel dolgoznak együtt, úgyhogy ez a projekt, ez most már például ott tart, hogy valószínűleg ebből egy elég markáns megvalósítás lesz majd. Az Innomate szlogenje, belünk életre kelnek az ötletek. A cél, hogy elkötelezett, talpra esett és kreatív diákok lépjenek a munkaerőpiacra, valósítsák meg újító ötleteiket és építsenek közösséget. Szinte az egész országra, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is másodfokú narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a széllökések miatt. A keddeste kezdődött viharos szél több helyen okozott fennakadásokat. A tűzoltók megyénkben főleg veszélyesen megdőlt fák eltávolításához vonultak. A Tisza-Eszlár és Tisza-Nagyfalu között úttest felé dőlt fa veszélyeztette a forgalmat is. Összesen közel 20 alkalommal kaptak riasztást a katasztrófavédelem szakemberei. A 41-es számú főútra Baktalórendházánál, Besenyűdnél és Nyíregyházánál dőlt fa, amelyet a Baktalórendház és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók távolítottak el kézi erővel és motoros ráncfűrésszel. Nagykáló és Nagyszállás között is úttestre dőlt fa miatt vonultak a nagykálói önkéntes tűzoltók. Nyíregyházán a Szarvas utcán és a Kislajos utcában távolítottak el a nyíregyházi hivatásosok úttestre dőlt fát. A Gádor Béla utcában parkoló személygépkocsira dőlt fa, amelyet a város hivatásos tűzoltói távolítottak el kézi erővel és motoros láncfűrésszel. Vádat emeltek a nyíregyházi unokázós csalások miatt. Idős emberektől próbált pénzt szerezni két férfi azzal a valótlan ürüggyel, hogy a sértettek hozzátartozóját baleset érte. Három esetben a sértettek ezt elhitték és fizettek a csalóknak, áll a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség közleményében. A sértettektől a vádlottak 2 és 10 millió forint közötti összegeket kértek. Egy sértett 300 ezer forintot és ékszereket, egy másik sértett 520 ezer forint értékét
értékű ékszert, míg egy további sértett 400 000 forint készpénzt és 800 000 forint értékű ékszert adott át a vádlottaknak, akik a pénzt elköltötték. Az ügyészség összesen 9 rendbeli, a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására időskoránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a két férfival szemben. A vádiratban az ügyészség azt indítványozta, hogy börtönbüntetésre ítélje a vádlottakat a bíróság, valamint tiltsa el őket a közügyektől. Megszerezte 8. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese az amatőr NB1 zöld csoportjában 96-71-re verte a Kislenke kosárlabda akadémia csapatát. Az NKS vasárnap a tatai Ese otthonában lép pályára. A tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve a hazaiak voltak a mérkőzés esélyesei, az első negyedben azonban jól tartotta magát a fővárosi együttes, 10 perc játék után mindössze 2 ponttal vezetett az NKS. A folytatásban aztán ellépett ellenfelétől a házigazda, a nagyszünetben már 14 pont volt a két csapat közötti különbség. A harmadik játékrész 1 ponttal a Kislenke akadémiáé lett, de a záró 10 perc ismét a nyíregyházi kosársuli fölényét hozta. Végül közel 100 pontot dobva magabiztosan szerezte meg a kemény összecsapásokkal tarkított meccsen a győzelmet Farkasinszky Gyuláni együttese. Az elején beleszaladtunk egy olyan szituációban, hogy vezettünk már 10 ponttal, de valami szinten lankadt a koncentráció, kihagytuk a helyzeteket, nem úgy védekeztünk, és följött Egár, a Kislenkesült átvette a vezetést, és onnantól kezdve kezdődött el ez az igazán paprikás hangulat, mert hogy most magunkra húztuk az ellenfelet, tehát az ellenfél elhitte azt, hogy őnek itt ma van keresnivaló, és mérkőzés fog tudni nyerni, és innentől kezdve azért nagyon nehéz volt nekünk úgy koncentrációban, dobásban és minden másban fölvenni a versenyt, hogy ez a későbbiekben ne okozzon gondot. A második fél időre sikerült ezt a kérdést megoldanunk, akkor sikerült úgy rendezni a sorainkat, védekezést váltottunk, tehát beálltunk egy kis zóna védekezésre, megpróbáltunk más taktikával játszani, megpróbáltunk nem csak a palánk alatti helyzeteket, hanem külső kiosztásokból is pontot szerezni, és ott azért kialakult ez a 15-20 pontos előny, és ugye itt már nyugodtan fölmehetünk küldeni a fiatalabbakat, és ők is tudták tartani ezt az eredményt, tehát ugyan kicsit paprikás hangulatban, de végül is győztesen hagytuk el a pályát. Vasárnap idegenbeli mérkőzés vár a nyíregyháziakra, az eddig mindössze egy győzelmet szerző tatai Ese otthonában lépnek pályára Borza Lauráék. A Tata már most kezd új játékosokat hozni, tehát Székesfehérváron több játékost is beigazolt. Ugyan ez azt, tehát látszik az eredményén, hogy már sokkal több pontot dob, sikerült is egy győzelmet szereznie. Én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül ez a Tata nem okozhat nekünk gondot és problémát, tehát idegenben is meg kell nyerni ezt a mérkőzést. Az amatőr NBA zöld csoportjának tabelláját a TFS-e második csapata vezeti 100%-os teljesítménnyel, 14 győzelemmel, megelőzve a 11-2-es mutatóval rendelkező kanizsai vadmacskákat. A nyíregyházi kosársuli 8 győzelemmel és 5 vereséggel a 7. helyen várja a folytatást. Volt válogatott futballisták, korábbi élvonalbeli játékosok is pályára lépnek azon a tornán, amelyet a hétvégén rendeznek az újfehértói szabadidőközpontban. A kétnapos foci tornára Ukrajnából és Romániából is érkeznek 40 év feletti játékosokból álló csapatok. Az NB1-ben és az NB2-ben már elkezdődött a bajnokság, az alacsonyabb osztályú csapatok még csak felkészülési meccseket játszanak, és még tart a téli teremfoci szezon is. Az öreg fiú tornák különösen népszerűek a szurkolók körében, mivel korábbi kedvenceket láthatnak a parketten. Újfehértón a hétvégén második alkalommal lép pályára 21 csapat a Fáraó Bútor kupáért. Nagy örömünkre határon túlról is két erdélyi csapat, a Székelyhídi Törekvés, illetve a Mezőpeti csapat elfogadta a meghívásunkat, illetve Ukrajnából is jön egy csapat. A keleti régió ugyebár nagy hagyományokkal rendelkezik, a Spari Diósgyőr, illetve a Spari Debrecen mérkőzés. Hát most lesznek részvevők, akik a régi csatákban részt vettek. Az FC Joró Diósgyőri csapatból nagyon sok régi diósgyőri játékos, illetve a Dentofit csapatából a válogatottak sora Sándor Tamás, Sándor Csaba, Bernát Csaba, Igor Bogdanovics, illetve Kerekes Zsombor nevével fémezett csapat érkezik, illetve a nyíregyházakról se feledkezzünk el. Biztos, hogy ott lesz a Standox csapatából Ádámszky Róbert, Hóman Rihád, Erdei Zolika, biztos, hogy nagyon jó mérkőzésekre van kilátás.
A csapatokat 5 csoportba osztották a szervezők. Szombaton reggel 9 órától este 9 óráig tartanak a csoportmeccsek. Vasárnap délelőtt még egy csoportmeccseit láthatják az érdeklődők, aztán következik a kieséses szakasz, a döntő várhatóan délután 5 óra körül kezdődik. A torna összdíjazása 300 ezer forint, az első 4 helyezett mellett a legjobb játékos, a legjobb kapus és a gólkirály külön díjban részesül. Híradónk végén jöjjenek kiemelt híreink még egyszer néhány mondatban. A magyar-ukrán közös árvízvédelmi fejlesztési programmal összhangban valósult meg az a közel 7 milliárd forintos projekt, melynek célja, hogy a megépült létesítmények kezelni tudják a 2001-es árvíznél magasabb szinten és nagyobb intenzitással levonuló árhullámokat is. Ezzel a beruházással az árvízvédelmi biztonságot növelni, az árvízi kockázatot pedig csökkenteni tudják a Felső-Tisza vidékén. A következő években is jelentős forrásra pályázhatnak a hazai kis- és középvállalkozások. 2020 és 2021-ben több mint 220 milliárd forint érhető el számukra, hangzott el egy keddi Nyírbátori fórumon. Az innovációs és technológiai miniszter az eseményen elmondta, noha a szektor rengeteg embert foglalkoztat az országban, az általuk előállított hozzáadott érték terén szükséges lenne javítani a számokon. 574 millió forintból fejleszti, valamint bővíti a szociális alapszolgáltatások infrastruktúráját Nyíregyháza önkormányzata. A program első része már lezárult, 2019. szeptemberében felújítottak egy nyírszőlősi ingatlant, jelenleg pedig új szociális nappali ellátás nyújtó intézmény épül Nyíregyházán, az Őz utcán. A munkálatok befejezésének tervezett időpontja február közepe, az építkezést szerda délután a megyeszékhely polgármestere is megtekintette. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 5-én, szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szerdán gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, az északi szél napközben erősen viharos lesz, majd az éjszaka második felében számottevően mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 fok körül alakul. Csütörtökön közepesen fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem lesz, az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 fok körül alakul. A hétvége felé kissé megnyugszik az időjárásunk, egyre inkább emelkedik a nyomás és anticiklon helyeződik fölénk. Ez az időjárás kedvezni fog a köd és a réteg felhőzet képződésének.